és ehhez hasonló egzotikus állatokat nézhettek meg azok, akik ellátogattak február 10-én Bátaszékre a Művelődési Házban tartott kiállításra. A gyűjteményben nem csak különleges hüllők voltak láthatóak, hanem egerek, tengeri malacok, pókok, lepkék és békák is. Óvodások, kisiskolások jöttek el és nézték meg a különlegességeket, sőt a bátrak akár a kígyót is megsimogathatták, mint ahogy tette ezt operatőr kollégánk is. Ez egy királypiton kígyó, Dél-Afrikában őshonos, és havonta egyszer egerekkel, vagy pedig lent patkányokkal táplálkozik, és ő is nagyon szereti a hőmérsékletet, tehát meleg igényes állat. Általában most már Magyarországon is, meg itt Európában is sok hobbi állatgyűjtő van, aki saját magának otthon a saját házába és teráriumban ilyen kígyót szokott tartani. Ez a kislány bár picit meg volt szeppenve, mégis bátran állta, hogy beletegyék a nyakába a kígyót. A királypiton a világ legnépszerűbb házi állatként tartott pitonja. Általában kissé félénkek, de ideális teráriumi hüllő, mivel kisméretűek, általában barátságosak, jól kezelhetők és figyelemre méltó színekben és mintákban kaphatóak. Ez a példány is régóta készhez lett szoktatva, így nem okozott problémát, hogy kivegyék a teráriumból. Ezekből a hüllőkből nagyon jó házi kedvenc válik. Kellemes külsejük van, és nem agresszívak az emberekkel szemben, érdekes figyelni őket és játszani velük. Általában tiszták, és könnyű gondoskodni róluk. Ez a példány is nyugodtan tűrte, hogy kézbe vegyék. Az egész napon át tartó kiállítása sok gyerek ellátogatott, szívesen nézték meg a különleges állatokat.